Na sziasztok, kedves God of War rajongók! Na most, mint a mellékelt ábra is mutatja, ugyebár itt hagytam abba, hogy a... hogy egy szép nagy töltési képernyőt kaptam, na mindegy, hát ugye régi a DVD. Na most a helyzet az, hogy ezzel a nem egyszerű helyzettel kell nekem most megbirkóznom, hogy meghalok. Tehát igen, tehát azért nem olyan egyszerű itt a... mindenféle istenek élete. Na jó, Kratos még nem az, de majd az lesz. Hű, basszus! Komolyan mondom, tehát így ez nem egy egyszerű történet. Nem is tudom, hogy melyik játékra emlékeztet. Volt egy ilyen játék. Hogy mindenféle cuccok jöttek, és el kellett előlük így menni. Valami rémlik, hogyha megtalálom, akkor majd be fogom mutatni nektek, de egyenlőre fogalmam sincs. Ugye ezeket meg ki lehet nyitni oldalt? Oké, és akkor mégis mi van ide bent? Jó, csak beugró, hát az meg ki a béket érdekel. Gyerünk. Akkor is föl kell, hogy jussak. Hú, na itt már igazából egyre gyorsabban jönnek ezek a bizbaszok. Ja, majdnem elfelejtettem. Hát ezt akartam még fölpakolni, hogyha már van elég hozzá. Oké, ez így viccesen ígérkezik. Na most már maxon van, akkor hadd próbálom ki az új támadást. Az mekkora jó már! Nem tudom, mit csináltam, de... ez tök jó. Na, ez kettő darab gombnyomás volt egyébként, tehát most van egy ilyen kombóm is. Örömbódották. Akkor ezt most meghúzom. Akkor ezt is meghúzom. Legyen valami tollazat, legyen valami tollazat. És tollazat, jó van, akkor ebből már nem sok kell. Életem? Jaj, az is kéne valami. Oké, és te mit tudsz? Aha. Tök jó. Tehát de szerint akkor mégiscsak figyelnem kell ezekre a cuccokra. Gyerünk. Oké, ez is zsák utca. Igen, roppantul meg fognak ölni ezek a bazi nagy lángoló tekegolyók. Mondtam, na mindegy, kettő jön egymás után, aztán utána akkor kicsikét tudok. Nyisd ki, nyisd ki! Gyakorlatilag betekésztem magamat ide. Hű! Elvileg valamelyik a kijárat, csak nem tudom melyik. Gyerünk. Ez sem tűnik annyira kijáratosnak. Itt meg már voltam, de minden lényeg az, hogy mind a két oldalon vannak ilyen ajtók. Ez nagyon limites lesz. Na, ez már valami kijáratféleségnek tűnik, úgyhogy ez így határozottan szimpatikusabb. Ó, basszus! Ez teljesen tök jó. Ha-ha.
Na és erre mit lépsz akkor? Belőled fogok életet szerezni, te bunkó. Na gyere csak ide. Ó, finoman torkon böklek. Kipucolom belőle a slime-ot, hogy egészséges bunkódőd legyél. Hát neked meg mi bajod van? Mi van? Hadd fogom már meg a cimborádat és bököm torkon, hogyha olyan kedvem van. Én itten dísz vagyok kriminálva. Tehát mint a mellékelt ábra mutatja, azért ezzel a cuccal egy csapással kinyírni őket nem, hogy nem is olyan nagy vasszit lesz. Jó, hogy még vagy itt. Jó van. Na azért. Na végre. Most a másik oldalt nem tudom, hogy mi van egyébként, mert ugye a másik oldalon is föl tudok menni. Hát ez mindjárt ki fog derülni szerintem, hogy egy irányba vezete. Valami azt fogja, hogy itt nincs semmi az égvilágon, úgyhogy... Maximum körülnézhetek, hogy mégis hova kellene mennem. De ez viszont határozott jelleggel vezet valahova, legalábbis nagyon remélem. Mit csináltál? Nem értik meg még mindig, hogy nem fogják túlélni, hogyha velem cseszekednek. Oké, és valószínű, hogy bennem van a hiba, de fogalmam sincs, most hogy merre is kéne mennem. Mégis csak erre nem tudom. Vagy pedig valami nyilvánvalót nem látok. Ja, kötél. Jó, közben leesett, hogy azért kellett nekem a másik irányba menni, hogy ezektől megszabaduljak. Ez pozitív, hogy most már egy csapás kell nekik, nem kettő. Mint a melléket ábra mutatja, egy pofon és ketté vágom őket, úgyhogy... Káosz pengi, azok királyok. Oké, és... És akkor most... Ja, hogy ide? Hát miért nem mondod? Na hát ezt most néztétek bele nagyon csúnyán. Szálljál le rólam, te. Gyerünk már. Egyébként még mindig, hogyha valaki esetleg nézi a videót és ismeri a játékot, az mondja már el nekem, hogy extrém mennyiségű egymás utáni találat vagy hasonló esetén több XP-t lehet-e kapni. Őszintén megmondom nekem, kúpilila fogalmam sincsen. Kapják azért a csomagot, nem kell félni. Na, laza Minotaurus fejeléssel akkor megoldom. Pontosítok, kis Minotaurus, mert ugye a játékban lesz egyébként egy nagy Minotaurus is.
lövöldözöl? Szervusz. Ne, van ott valami az állatom. Úgyni. Vagytok még? Nem vagytok még. Miért vagytok gyengék? Jó van, akkor áll Istennek eltűntél végre te. Ez melyik fiú? Ja igen, a pusztítóban volt. Ki emlékszik a pusztítóra? Kedvenc Stallone a filmem egyébként. Jó, az Oscar is jó, de az más műfaj. Egyébként az igazság az, hogy ő például szerintem pont egy olyan színész, aki... Jé, cucc. Tehát szerintem pont egy olyan színész, aki egyébként többre hivatott, mint az ilyen ostoba akciósztár, mint amit néha játszik. Jaj, basszus. Én vagyok dead. Gyerünk. Hát ez rossz ötlet volt. Nem tudom, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Na mindegy, kicsikét akkor próbálkozok vele. Nem jött össze. De ez viszont most így egész jól sikerült, azt kell mondjam. Mész vissza? Jaj, bakker, laj! Meghűlök, komolyan mondom, na. Oké, és akkor ezzel nem szabad próbálkozni többet. De komolyan, a fickó az le tud ugrani egy ordas nagy templomnak a tetejéről, tehát ezt nem értem, és ez meg gondot okoz neki, hogy most leesik egy lépcsőre, fele akkora magasságból. Na mindegy, ne ezzel egy kicsikét akkor tökölni fogok. Ez most komoly? És mellé ugri. Nem tudom egyébként kiszámolni, hogy most hogy a francban van, na mindegy, akkor... Jobb ötletem nincsen, megvárom, amíg megjön, elmegy. És mellé esik, beszarok. És még ott a szélén is. Jó van, hát ezt nem hiszem, mert komolyan mondom. És mi van, hogyha errefele jövök, ha? Akkor csezd meg. Nem tudom, hogy vajon ezt bekalkuláltak, hogy valaki errefele fog közlekedni, vagy nem. Mész vissza? Másszál csak vissza? Nem olyan egyszerű. Á, basszus, nem tudom, hogy miért nyomtam hozzá az ütés gombot, na mindegy. Jó, tudom, kaptam Phoenix tollat, igen, szerintem fogok még kapni pár nagy elzsejtésem. Jó van, akkor tekert föl. Jó van, azért próbálkoztam. De tényleg ennyit bénázni, hogy a francba lehet egy istenverte játékkal? Igen, magamra gondoltam, fogalmam sincsen, szerintem vágni fogom, mire eljutok odáig.
Peggy-e csak át Kratos komám. Jó van, akkor ez nem túl kifizetődő, de fogalmam sincs, hogy hogyan lehet ezt rendesen megcsinálni egyébként, mert hogy baromi nehéz ezeket kiszámolni, és hogyha elkezdek ugrálni a túloldalra, akkor megint csak nem vagyok sokkal beljebb, az is 7 centség. Mármint úgy, hogyha megpróbálom átugrani a pengét, tehát az a megint nem vagyok beljebb, mert hogy valószínűleg roppantum elé fogok ugrani. Hát tök jó egyébként, hogy a bika feje az meg ott látszik alattam mászol vissza. Ez hogyan? Na, egyébként, aki nem játszott a játékkal, annak elmondom, hogy... hogy így nem szabad csinálni. Na, tehát annak elmondom, hogy szimplán az ugrás gomb lenyomásával visszamászik, hogyha éppen így megkapaszkodik a szélében. Na most ez, mint látható, nem történt meg. Ami roppant idegesítő, tehát... Ugra! Bugra, ugra. Nem értem egyébként, hogy egyszer ráugrik, egyszer nem ugrik rá. Nyisd már ki. Igen, tudom, hogy kaptam egy Phoenix tollat. Persze, hogy kaptam egy Phoenix tollat. Tudom nagyon jól, vésed csak oda. Persze, vésed oda. Jó, eddig... Na, tehát így mászik vissza. És ugrok egyet, és nem. Tehát így megpróbálom átugrani, és ez történik. Akkor a jó édes anyátokat szakadjatok meg. Vésed bele, persze. Jó, hogy azt így is lehet. Mászá vissza. Jó, és itt meg hova is kell jönnöm? Jaj, na ne csináld! Nem már, ez most komoly, hogy egy olyan bizbaszra kell ráugranom? És nem kapaszkodik meg a szélében, azért figyelitek. De legalább innen folytatom, ez azért pozitív. Kapaszkodjál vissza? Erről van szó, jól van, akkor csak sikerült. Hát bakker, mi vár még itt rám? Na. Kötéltánc, 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 kötéltánc. Táncoljál csak kötelet? De hogy akarok még lemenni? Másszál vissza? Másszál vissza? Túl akarok lenni ezen a bizbaszon egyébként, tehát így... Esküszöm, hogy itt a játékban leszek tériszonyos. Arra voltam? Mi? Múzsa kulcs? Tök jó. Jaj, tudom, hogy ez hova fog kelleni. Na mindegy. Jaj, anyám, nehogy már visszajöttem ide.
lényeg az, hogy azért ugrottam le, mert így legalább innen folytatom, és nem követem el ezt a baromságot megint. Nem akarok oda visszamenni. Na és most meg hol vagyok? Eddig tök jó, na végre úgy néz ki, hogy ott az alagút a fény végén. Na most akkor hol is vagyok? Oké, és... de szép! Jaj! Valami nekem azt súgja, hogy ez igencsak vicces lesz így. Mert hogy végre kinyílik az a szerencsétlen ajtó, viszont egy... Na te meg! Oké, tök fölösleg. Valahol valami még itt. Nem, itt egy mentési pont van. Én pedig úgy döntöttem, hogy ki is fogom használni, srácok, ezt a mentési pontot. Hát köszönöm szépen, hogy ismét velem voltatok a végigjátszás egy újabb epizódjában. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy élveztétek, remélem, hogy a következők is ugyanennyire fognak tetszeni. Addig is, amíg megérkeznek, lájkoljatok, kommentáljatok, és tényleg ne felejtsetek el feliratkozni, az nem árthat. Na, további szép jó éjszakát kívánok nektek, sziasztok!